Hely Debrecen, ha rád emlékezem, sokat szenvedtem én te benned, és mind a mellett oly kedves vagy nekem, ha rád emlékezem. Itt a Petőfi Sándor az Egytelem Debrecenben című költeményében, és hát idén van 200 éves születésének évfordulója, de mit keresett ebben a városban, és mit keres itt a podgyász, és mit keresett itt egy podgyász néző, ha eljön ide kirándulni, ahhoz meg kell nézni ezt az adást, és minden válasz kiderül. A rovat együttműködő partnere a Magyar Turisztikai Ügynökség. Debrecen Budapesttől több mint 200 kilométer, az Alföld keleti csücskében terül el az ország második legnépesebb települése. Petőfi az 1800-as években sokat járt erre, a róla elnevezett téren a szobor neki állít emléket. Körülötte azért vannak modern épületek, mert a második világháború bombázásai a régieket elpusztították. Bár szerencsére volt, ami megúszta, például az iparkamara gyönyörű épülete ma is áll. Petőfiről mai szóhasználatban szerintem azt mondanánk, hogy egy igazi celeb volt. Bejárta az egész országot. Ma Magyarországon nincs olyan település, ahol legalább egy utca ne viselni a nevét. Érthető módon verselt, imádta az életet, imádta a nőket, szerette a felhajtást maga körül, színészkedett, szóval mondhatjuk azt, hogy egy korának az influencere volt. Ha a Petőfiről azt mondjuk celeb, akkor a nagy templom mögött álló debreceni református kollégiumról mondhatjuk azt, hogy majd 500 éve alatt igazi celebképző volt. A magyar történelem és irodalom legnagyobb alakjai akkori sztárjai jártak ide, például Csokonai Vitéz Mihály, Ady Endre, Fazekas Mihály, szóval rengetegen. A református kollégium 1538 óta áll a mostani helyén. Rekord, hogy egy helyen azóta folyamatosan működő iskola, ez az egy van csak Magyarországon, ha nem számítjuk azt, hogy 1802-ben ugye a tűzvész az egyik épületet lebontotta, egyébként ide járt a légió, mint halálig nyilas misie is, hát nem véletlenül, hiszen az író Móricz Zsigmond is ide járt. A tölgyfákat már igen régóta tiszteljük, egyik okból ugye, hogy a boros hordók is tölgyfából készülnek, a másik, hogy a református kollégiumnak ez az ősrégi lépcsője is tölgyfából van, ami azt jelenti, hogy ezen még, ahol most mi járunk a podgyásszal, Arany János, Kölcsey, Petőfi Sándor, szóval az ő kis lábuk itt szépen ezen ment végig, ahol mi most. A gyönyörű tölgyfa lépcsők a kollégium legszínesebb része felé visznek az emeletre. Miért festettek ide ekkora nagy, mik ezek, freskók? Ezek freskók. 1938-ban ünnepelte a kollégium a fennállásának, vagy az oktatása fennállásának 400. évfordulóját, és akkor úgy gondolták, hogy azok a közös gyökerek, amelyek összekötnek mindenkit, azok kell, hogy kapjanak egy kiábrázolást, miközben a református egyház alapvetően nem képellenes, de nem feltétlenül támogatja, vagy nem feltétlenül ezzel reprezentálja önmagát. Az oratórium előtt állunk, ahol két országgyűlés is ült, az 1849-es és az 1944-es is itt tartotta az ülését, úgyhogy ennek megfelelően a Kossuth bankók nyomása, Kossuthnak a függetlenségi nyilatkozatának a kinyilatkoztatása. Ahogy kísérőnk Dávid is említette, Debrecen a történelem során kétszer is rövid ideig Magyarország fővárosa volt. Itt üléseztek akkor a politikusok ebben a fehér teremben. A szószék és az orgona egyébként azt mutatja, hogy itt a politika mellett leginkább istentiszteleteket tartottak és tartanak mind a mai napig. Egyébként Kossuthék itt döntöttek a Habsburg ház trónfosztásáról. Még jelölve is vannak, hogy melyik politikusnak hol volt a helye. Mai szóval itt ültek a jobboldaliak, mai szóval ott ültek a baloldaliak,
és középen meg a mocsár, ezt ekkor így hívták a francia forradalom alapján, azok, akik nem tudtak dönteni. Úgyhogy az ő meggyőzésükről szólt mindenkori parlament vita. Nem? Ma ők a függetlenek, szabadok, kiválók, stb. Akkor ők mocsárnak voltak nevezve. A mocsár tagja, igen, itt ültek, és előszónak voltak a megfelelő urak. Kossuth Lajosnak a széke ott található, és szépen a kis táblácska jelzi is. A Kollégium két csarnokos könyvtára hihetetlenül gyönyörű, ide mindenképpen el kell jönnie annak, aki az épületben jár. Tele van könyv ritkaságokkal. Jelenleg a 40-es években felmért adatok szerint 600 ezer kötetünk van. Ez egy 10. századi pergamenlap. Tizedik századi, az időben... azt jelenti, hogy 900-as éve. Így van, így van. Tehát éppen csak a magyarok még bejöttek a honfoglalással, és ez akkor már kész volt, természetesen nem itt és nem ebben a könyvtárban. Az egyik lépcsősornál Petőfi Sándor jókora szobra is azt mutatja, hogy bár a költő nem tanult itt, de gyakran bejárt az épületbe. Jól érezte magát az itt tanuló hírességek között, például barátja Arany János is a Kollégiumban koptatta a padokat. 26 évet élt, és ez alatt a 26 év alatt körülbelül egy olyan 1000 költeményt írt meg, és egyébként az akkori krónikák azt mondták róla, hogy Petőfi eleven, elmés, kisé makacs, de jó szívű gyermek. A Szent András templom szégyenköve, a templom előtt állt ez a kő. Ha valaki valami fűben járó bűnt, például házasságtörést követett el, akkor kiszabták rá a penitenciát, a büntetést. Például azt, hogy egy órán át, vagy két órán át a kövön kellett állni, ami nem volt olyan egyszerű, mert egyensúlyozni kellett. A Kollégium földszintjén egy jól átgondolt múzeum látogatható, benne Kölcsey Ferenc is helyet kapott, hisz himnuszunk szerzője 15 évig volt itt diák, akkor is, amikor 1802-ben egy jókora tűzvész elpusztította a Kollégium egyik szárnyát. Az itteni képek és leírások egyébként érthetően összekapcsolják az ország legnevesebb iskolájának történetét Debrecennel. Az érettségi tételeket nézzük, akkor az érettségi, magyar érettségi tételek fele az a Debrecenhez és a Kollégiumhoz is kapcsolódik. És ennek az a nyitja, hogy ez nem egyetlen iskola volt, hanem egy nagy iskola központ, egy viszonylag nagy városban, és a vidéken voltak úgynevezett partikulái, kis résziskolái, körülbelül 4-500 például csokonai korában, amelyek Debrecentől kaptak tanítót, tanrendet, tankönyvet. Annyira öreg nem lehet az ember, hogy ahol csúszda van, azon ne menjen le. Miután túl vagyunk a töri órán, elugrunk a nagy erdő szélére csobbanni egyet, ugyanis az itteni termál és élményfürdő télen is nyitva van. Azért Debrecen történelmi eseményei mellett azért könnyed szórakozásra is van itt lehetőség. Hogyha hinni lehet a leírásoknak, akkor az itteni termálvíz, amit a nagy erdő árnyékában jön fel a földből, az 65 fokosan érkezik, és azt utána vissza kell hűteni, hogy itt a különböző gyógymedencékbe és mindenféle egyéb medencéket meg lehessen vele tölteni. Rengeteg ásványi anyagot és egyéb jó dolgot tartalmaz az itteni termálvíz, számtalan betegségre használható, gyakran ajánlják mozgásszervi panaszokra és nőgyógyászati problémákra is. Még ha ide csukott szemmel jönnénk is, az illatból egyből lehet érezni, hogy termálfürdőben vagyunk. Nagyon kemény.
Na itt már azért fiatalosabb a hangulat. Az a durva, Viktor, ezen az élmény részlegen, hogy ezek a fák, meg ezek az óriási zöld növények, ezek mind valódiak. Tehát, hogy ezt a párát el lehet képzelni, amiben ilyen jól érzi magát ekkora növényzet. Ez állítólag gyorsabb. Ebből a buliból kihoztuk a maximumot, azt hiszem. A szállásunk nincs messze a fürdőtől, itt a nagy erdő közelében. A város nyári fesztiváljára érkező sztárok gyakran pihenik itt ki a koncertek fáradalmait. Ezt most a 21. században itt Debrecenben hotel szobának hívják, valószínű, hogy Petőfi korában ez konferenciaterem lett volna, mert olyan hatalmas. Zsolt éppen skót viszki alapú koktélt készít, fölöttünk firenzei freskók, ja, és egyébként itt már Sting, aki egyébként angol is, álomra hajtotta a fejét. And there's nobody near us to see us or hear us. No friends or relations on weekend vacations. We won't have it known, we on a telephone. Day will break and I will wake and start to bake that sugar cake for you to take for all the boys to see. Ezerszeresen vagyunk láthatók Zsófival. Anyám azt szokta mondani, hogy egy is sok belőlem. Egy perc, illetve 10 kör, amit a számláló. A nitrogén forráspontja a mínusz 196 Celsius fok. How many times do I have to tell you? Are you listening to me now? My God, you are so annoying. Now what are you looking for? Irány, játszani! Don't give me that look. A debreceni nagy erdőtől nem tudunk elszakadni, rengeteg dolog vár még itt felfedezésre, például ez az élményközpont, ahol a minket körülvevő világ törvényszerűségeire csodálkozhatunk rá, leginkább vicces és játékos formában. Kedves podgyásznézők, kedves gyerekek, Zsófia tanárnővel ma színes és látványos fizikai kísérletekkel szórakoztatunk benneteket. Tanárnő? Az előadóteremben éppen folyékony nitrogénes kísérletekkel kápráztatják el a podgyászt, aminek forráspontja a mínusz 200-hoz közeli, ezért elég különleges módon viselkedik. Nézzük meg, mi történik, hogyha egy lufit rakunk be. Jó. Szerintem. Fogok egy két lufit, és ebbe a hideg anyagba váltom.
és az lenne a kérésem, hogy én ide lerakom majd az asztalra, és rá kellene majd csapni. Jó? Egy ideje már. Úszott benne, és egy nagy. Hát akkor ez valóban hideg. Apukám, ez teljesen olyan, mint egy ilyen kemény műanyag. Gratulálok! Ki jött heki kutya erre a fa hangra. Heki kutya csak egy bizonyos hangmagasságra bújik elő a levegőben, tekert bringát pedig egy tőkesúly tartja egyensúlyban, mint a hajókat a vizen. De vannak itt trükkös tükrök, szemünket becsapó frekvenciák, húrok nélkül zenélő hárfa és más milliónyi elmés játék, amivel akár egy óvodás is jól szórakozik, vagy iskolás, sőt akár egy nyugdíjas is. Mi a célja ennek az egésznek? Igazából, hogy rájöjjenek az emberek, hogy a tudomány az ott van körülöttünk, bármennyire is úgy gondoljuk, hogy nem szeretjük, vagy nem foglalkozunk vele, az mindenhol ott van, nem tudjuk elkerülni, igenis nap mint nap találkozunk vele. És hogyha megértjük és észreveszünk ezeket, akkor az már szerintem segít úgy összességében mindent megérteni. Türelmetlen háztartásokban egy ilyen robotkutyát tudunk javasolni. Ha már nagyon unod a sétáltatást, akkor egyszerűen csak kikapcsolod. Ugye? Igen. Mondjad szépen. Wow, wow. Igen. A hétköznapi fizikai érdekességek mellett az épületben a modern kor is erősen jelen van. A robotokat itt az agórában Aibo, az élethű négylábú képviseli, aki ha kell, pacsit ad, mozgatja a fülét és reagál a simogatásra. Nao pedig a humanoid robot beszélget velünk és mindenféle emberi dologgal szórakoztatja a látogatókat. Én egy humanoid robot vagyok, és most tartani fogok nektek egy rövid bemutatót, hogy mikre is vagyok képes. A házban lakott Petősen 1849-ben. Itt keresztelték a Zolikát. Egyébként érdekes, hogy ki van rakva, hogy Arany János volt a keresztülő, meg a felesége, de nem voltak itt fizikailag. És akkor ebben a házban lakott, jó? Ebben a házban lakott, és itt született a Zoltán. A nagy játszadozásban még a végén teljesen elfelejtjük itt mai adásunk múzsáját, Petőfit. Pedig a városban van még egy-két nyoma, amit ha erre járunk, érdemes felkeresni. Például a Szent Anna templom, ahol Fiát Zoltánt megkeresztelték. A közeli Sárgaház falán ennek ott van írásos emlékeztetője is. A templommal szemben egy patinás múlt századi épület áll, ehhez, illetve itt álló elődjéhez is volt köze a költőnek. Ennek a háznak a helyén ilyen nagyon egyszerű civis házak voltak. Más volt az utcának a neve is egyébként, most Batthyány utcának hívják, akkor 30-ados utca volt, mert hogy itt lakott a királyi adószedő, és itt működött egy idéglenes színjátszó hely, ahol Petőfi Sándor többször is megfordult. Először vándorszínészként volt egy nagyon pici szerepe, akkor még ő nem volt ismert költőként sem, és pár évvel később, amikor visszajött, akkor meg egy nagyon ilyen kis kedves liaison volt közte, illetve a Prielle Kornélia fiatal feltörekvő tehetséges színésznő között. Egyes történetírások szerint Petőfi annyira nem szerette Debrecen, de ezt most mi nem fogjuk tudni eldönteni, meg nem is akarjuk se Nórival, se a podgyásszal. Az viszont eléggé beszédes, hogy legalább 10-szer volt itt a városban. 10-szer? 12-szer. 12-szer volt itt a városban. Hát, hogyha valamit annyira nem szeretek, akkor nem jövök oda-vissza 12-szer. Nem, ez minden esetre elgondolkodtató. Ez az akkori korban díszesnek mondható ház is fontos szereplője Petőfi életének. Laktak itt feleségével, Szendrei Júliával, sőt fiúk is itt született. Yeah.
A hely, ahová most betérünk, nem annyira Petőfihez, mint inkább a Podgyász Korgógyomrához kapcsolódik, sőt, ezt az étkezési kultúrát a költő korában nem is tudták volna nagyon értelmezni, egy vegán étteremben járunk ugyanis. Gyorsan rakjuk helyre, hogy a vegán az, aki csak növényekből készült ételeket eszik, a vegetáriánus az pedig megeszik bizonyos állati eredetű táplálékot is, és a Béla teljesen vegán, és egy olyan vegán konyhában vagyunk, amire egy dobozra az van írva, hogy sajtkrém, akkor ott mire gondolunk? Ez, ami itt van nekünk, ennek napraforgó és kesúdió alapja van, valamint sörélesztő pehellyel készül, és citrommal. Több oka is lehet annak, ha valaki csak növényi táplálékon él. Egészségügyi, világnézeti, az illető lehet szimplán kíváncsi, vagy csak követni akarja a trendeket. Nekünk személyesen párommal együtt az egészségügyi volt úgy az indítatás, ezelőtt most már 11-12 éve, amikor elindultunk. Daganatos megbetegedés volt egyébként. És ha már azt mondod, hogy ez 10-valahány év, akkor mi lett ezzel a daganatossággal? Hát ennek se híre, se hamva, hál' Istennek, úgyhogy most itt tartunk. You used to have two shining eyes, big ideas and exciting plans. Your behavior sometimes radical, to impress your special friends. Túrógombócot fogunk készíteni. Ez lenne az a gyönyörűség? Az már ott előkészítve, igen, azt neked össze kellene gyúrni. Kókusz tejet látunk a tetején, meg egy kis nátszukrot ott, ami beleolvadt már. Mi az alapja, ez mi ez a? Ez köles. Köles. A vegán konyha művészet ma már igazi csodákra képes. Ízvilágában húsokat és tejtermékeket is képes idézni, ha valaki növényevőként még ilyenre vágyna. Béláik rengeteg helyen inspirálódtak, főleg Berlinben tanulták a csicseri borsó és a tofu feldolgozásának kreatív módjait. Úgy, hogy Béla eredeti foglalkozása egyébként mérnök, de ma már végzett vegán séf is. Az mi? Ez lesz rá a fahéjas magtejfölünk. Magtejföl. Tejfölt miből csinálsz? Tudunk sok mindenből csinálni, napraforgóból, mandulából, kesudióból, ezekből mindenből remek tejfölt kell csinálni. A rovat együttműködő partnere a Magyar Turisztikai Ügynökség. A Podgyász Petőfi az Influencer című adását látták, na de a viccet félretérve, nem volt egy vegán gyerek egyébként a költő, imádta a gulyáslevest és a túros csúszát, valamint a kávét, egyébként pedig maga Debrecen városa nagyon szép maradt itt a belváros, azok után, hogy 1944-ben sajnos az épületek 70%-a vagy megsérült, vagy elpusztult. Van YouTube oldalunk, van Instagram oldalunk, van Facebook oldalunk, nézzenek minket, mi régebbi adásokat is lehet nézni, mi pedig jövünk majd a jövő héten, és ahogy ezt már megszokhatták, viszlát mindenkinek!